Köszöntöm a kilátó nézőit! Ma a Kék és Narancsárga produkció tagjaival fogunk beszélgetni, azután pedig Zámborszky Eszter mesemondó lesz a vendégem. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban a Kék és Narancsárga produkció frontemberét, Berec Attillát, illetve hegedűsét Szabó Andrást, valamint Skype-on kapcsolódik hozzánk Tóth Zoltán, a Republik egykori gitárosa. Szerbusz, Zoltán! Sziasztok, tiszteletem mindenkinek! Meséljen nekünk egy kicsit arról, most ma, te vagy a legmesszebb, ezért kezdjük a legmesszebbről, hogy hogyan kapcsolódik a Republik és a Kék és Narancsárga. A Republik és Kék és Narancsárga. Jó kérdés, hogy hogyan nem kapcsolódik, azzal kezdeném. Azt szoktam mondani, hogy a hajdani eredeti Republik zenekarnak nincsen utódzenekara. Tehát ezt nem lehet mondani sajnos a mi zenekarunkra sem, de ez saját döntés, hogy hogyan tekintünk rá. Mindenféleképpen valamiféle, hát nevezük emlékzenekarnak vagy hasonlónak, tribute zenekarnak semmiképpen nem nevezném. A régi eredeti háromszögdalos repertoárt itt ma Magyarországon mi próbáljuk meg eredetiben bemutatni és tovább vinni az országban élő koncerteken. És akkor kérdezem a stúdióban ülőket, először is Attilától, hogy te hogy csöppentél a frontemberség közepébe? Hát sosem készültem rá igazából. Úgy történt, hogy ugye nagyon-nagyon-nagyon szerettem a Republik zenekart régen, ugye ameddig tehát 2013 egészen pontosan, mikor bekövetkezett ugye Bódi László cipő halála, sajnos, ugye ekkor ugye történtek változások, Tóth Zoltán távozott a zenekarból, és számomra is, mint ahogy sok más embernek megszűnt ez a zenekar, ez a régi nagy zenekar, mert ugye elvesztette azt a hangzását, ami volt és ami már nem lehet. Na most ezután az Zoltán különféle ilyen szóló albumokat adott ki, és ezzel ugye különböző városokban Magyarországon fellépései voltak, és én egyszer megjelentem az egyiken, úgy meghallgattam, úgy tetszett a gitárjátéka nagyon, tehát ez a gitárjáték ez a mai napig egyszerűen lenyűgöző számomra, meg szerintem sok ember számára is, és ezen a napon így a koncert után volt egy kis beszélgetés, úgy picikét, úgy hát nem mondom azt, hogy rögtön összebarátkoztunk, de úgy megértettük rögtön úgy ezt az egész dolgot, hogy mind a ketten szeretjük ezt a műfajt. Röviden ennyi. És akkor utána? És utána így történt egy olyan dolog, ugye a Zoltán meghívták, Boldogkőváraján volt egy valamilyen fesztivál, oda a Zolit meghívták, mint Boldogkőváraja szülöttje, ugye Zoli onnan származik, Borsod megyéből, ez nem titok. Ott volt egy fesztivál rendezvény, ahol Zoltánt még egyszer volna meghívták. Nekem akkor már megvolt ez a fajta Republik emlékező zenekar, ami tulajdonképpen még egy kezdetleges forma volt a maitól, de már egészen jó hangulatú zenekarnak mondható volt be itt a megyébe, meg a városunkba. És akkor Zoli így kapcsolódott egy dal erejéig ezen a rendezvényen is, megtetszett neki, ennyi. András, te pedig, ha jól tudom, akkor állandó közreműködő tag vagy, ugyanúgy, mint ahogy a Republikban is voltál már régebben. Hát igen, mondjuk a Kék és Narancsárgában gyakran játszom. Velük nem vagyok itt nem vagyok állandó közreműködő. A Republikban voltam állandó közreműködő. Nekem 95-től kezdődött a Republikkal így a kapcsolatom, a ténykedésem. Akkor kezdtek el ők, akkor volt egy elképzelés náluk, hogy ilyen folkos dalokat. Akkor ez a népzenei hangzás egy picit, ugye? Igen, igen, tehát ők akkor írogattak ilyen fajta nótákat, mert én nekem meg ez alap dolog volt, mert én a Gépfolklor együttessel már 75-től csak éneket írt. Hát nem, tévedés, még nem ilyeneket írt, ami feldolgozásokat csináltunk, és meg verseket. De most itt, amikor először meghallottam ezeket a dalokat,
itt saját dalokat adtak, de olyan volt, mint egy népdal. És akkor, nekem ez megtetszett, 95-ben fölvetünk két dalt, és akkor... Melyik volt az a dal, amit először? Varázsolj a szívemmel, az volt a legelső. Gyönyörű. És eredetileg a Játsz egy kicsit otthúzza az nem is volt. Csak ugye amikor én megkaptam a kazettát, nekem én belehallgattam abban a nótáros, és nekem érdekes volt, hogy saját nótákat írnak, és mert mi meg voltunk sok, hogy olyan népdalokkal dolgoztunk, amik önmagában, hát ilyen folkloristák voltunk, önmagában tökéletes, tehát nem szólt hozzányúlni is egy népdalhoz, mert dallamilag nem szabad ilyen individualista módon kár. De itt valahogy itt sikerült ezt így megoldani, és annyira megtetszett nekem, hogy komolyan vettem az egész. A másik dalt is megcsináltam, fölvettük mind a kettő stúdióba, és akkor Cipőnek annyira megtetszett, hogy ott nyüzsögtem, forogtam, mert én úgy be tudok indulni, amikor valami tetszik, meg mit tudom én, akkor... És akkor pattogtam a feljátszó meg a izék között, és na még ide is játszok egy sávot oda. És valahogy valószínűleg megtetszett neki, mert mondta, hogy nem akarok koncerten játszani vele. Hát mondom, de persze próbáljuk ki. És akkor az igazság, hogy ők hát, akkor már... az erdő közepén járó felhegedű, az gyönyörű volt. Igen, de az erdő közepén, igen, de az nem volt hegedűs nóta, az nekik repertoáron volt. Igen. Ott volt két szóló. Két szóló Zolinak, nem ott a Tamás, ilyen blues szólóval ment az a nóta. Igen. És mivel megszülettek ezek az új hegedűs dalok, ezért a régi repertoárban rögtön áttették hegedűre azt a dalt is, meg a Fényes utakont is. Tehát, hogyha jól értem, akkor ti kizárólag Republic zenét játszatok, tehát hogyha ellátogatunk a koncertetekre, akkor ugyanazt a hangzást és ugyanazokat a dalokat. Hát ezt a Zoli tudná így jobban esetleg elmondani. Akkor Zoltán. Tudnál nekünk erről mondani valamit? Hű, szerintem arról kéne mondanom valamit, hogy mi lesz most ugye hétvégén, és akkor ez majd takarja. Jó, ez lett volna a következő kérdésem, de akkor mondjuk el, hogy annak apropóján fogunk erről beszélni, hogy Cipő 10 éve hunyt el, és ennek emlékére elindítottatok egy országos turnésorozatot, aminek a következő megállója Miskolc lesz, méghozzá ezen a héten pénteken. A Vasgyári Közösségi Házban, és akkor átadom a szót neked. Hát, ha turnésorodat nevezik úgy, de minden egyes koncertünkön ő velünk van, az ő nevében játszunk, és az ő nevében történik az egész végül is. De most igen, most különleges 10. évforduló van, és Miskolcon már hagyomány, hogy minden évben tartunk egy Bódi László Cipő emléknapot. Ez lesz talán az 5., azt hiszem. Igen. És most egy különleges új helyszínen a Vasgyári Közösségi Ház kertjében játszunk, pénteken 16-án az esti órákban, ahová szeretettel várom mindenkit, meglepetés vendégekkel és egy kicsit hosszabb lélegzetű és nagyobb kiszerelésű koncerttel, mint egyébként. Mi a különbség egyébként egy normális koncert és egy ilyen emlékkoncert között? Hát talán annyi, hogy több lesz benne az tehát ezek a dalokat mi autentikusan, tehát így a régi hűen megszólaló hangzáshoz próbáljuk ugye eljátszani. Annyi különbség lesz, hogy több olyan dal lesz benne, amihez esetleg egy kicsit speciálisabb hangzás, ugye zongora, hegedű. Hát, igen, és úgy tudom, hogy még az eredeti gitáros is. Hát nem tudom, hogy Zoli, ezt el lehet-e mondani, hogy egy meglepetés vendéget eláruljunk-e most még így, bár meglepetések tartogattuk, de ettől az is egy kicsit. Lesz ez már nem lesz. Akkor lesz majd másik meglepetés. Nem, csak azért mondtam, hogy az autentikus hangzás, tehát a kezdeti hangzásnak a tulajdonképpen az az igazi. Szóval az egyik meglepetés, szabad ne feledd, Bandi bácsi, hogy
Ezt mi egy meglepetésnek szántuk, bár az eseményben ki van írva, attól egyedi ez, velünk lesz egy olyan ember a színpadon, aki 1990-ben, 89-90-ben a Republikot ugye együtt kezdte Cipővel, Zolival, ő a másik gitáros volt Zoli mellett, a szóló gitárosa, ő Bali Imre, Rece apu, tehát gyakorlatilag az Indula Mandula albumon, amik elhangzanak ugye a Republik legismertebb slágerei, a Repül a bálna, a Neked könnyű lehet, azok a soundok, azok a hangzások, a szólói, azokat ő találta ki Zolival együtt, és itt lesz élőben Miskolcon. Ez egy nagy dolog, mert ritka az ilyen alkalom, amikor ezeket így együtt hallhatjuk. És sőt, ráadásul 92 óta nem volt ugye a zenekarba. Igen. Tehát ő 93 óta nem játszotta így ezeket a dalokat így folyamatosan. Most meg másodszor van így velünk. Hát egy hónappal ezelőtt volt egy Budapest mellett egy Kistarcsán egy nagyon-nagyon szép rendezvény, Kistarcsán egy Bódi László Cipő emlékkoncert, amit a család szervezett. Ott nagyon-nagyon sok meglepetés vendég volt. Fenyő Miklós, Bródi János, Halász Judit, egy nagyon-nagyon szépen sikerült koncert volt. Így van. És ugye, hogyha már felhoztátok azt, hogy Zoltán nevéhez kötődnek olyan slágerek, mint például a 67-es út, ha jól tudom. Igen. Meg egy sok más olyan, amit ugye mindenki ismer, minden magyar ember ismer. Azért, mert megkérdezném Zoltánt, hogy esetleg a dalírás, azt úgy abba hagytad, vagy mai napig is szoktál? Itt korrigálni kell. A 67-es út dalszerzője, ő Cipő, Bódi László Cipő, a dallam és a szöveg is. Én hangszerelő voltam ebben a zenekarban elsősorban, és második többségi dalszerző, tehát ezzel is foglalkoztam. De igazából én a hangszereléssel vagyok benne ebben a dalban, a megszólalásban. És ma már nem írsz dalokat? Ha van értelme, akkor írok. Akkor írogatok, igen. Mindig kell egy megrendelés, egy határidő, hogy valami motiváljon igazából. Ilyen asztalfióknak író tevékenységet nem szoktam csinálni. És a Kék és Narancsárga nem fog esetleg átállni arra, hogy újabb dalokat is énekeljetek? Elkezdtük ezt a sorozatot, már benne voltunk, fel is vettünk néhány dalt, ekkor jött a Covid, és akkor abba maradt. Amivel most visszajöttünk, ez az emlékrepertoár, a Republikjátszó emlékrepertoár. Jelenleg most erre koncentrálunk. Uh-huh. És mit gondoltok, hogyha Cipő lát titeket onnan fentről, akkor milyen érzésekkel néz titeket? Remélem, hogy büszke és tetszik neki, hogy olyan emberek vannak ebben az egészben, akik méltóak, hogy ezt így ápolják, és nem más látnak benne. Hát én még csak annyit tudnék elmondani, hogy na egy pillanatra, mert azért a Zoli nem csak hangszerelő, elsősorban hangszerelőként volt, de azért elmondanám, hogy ő írt az Emberlelkű földeken, ami egy tévésorozatnak volt a fő címzenéje, és szerintem azt mindenki ismeri. És szerintem az egyik legjobb Republik nóta, természetesen a Cipő nótái mellett. És akkor volt neki még egy, a Mondd, hogy igen, azt is ő írta, illetőleg ott a szöveget nem, de a zenét ő írta, és nekem például az is az egyik kedvenc dalom. Mind a két dal el fog hangzani pénteken. Egyébként nem akarom kaserolni, mert de ez így van. És volt még a Ezer kincs, ezer nyár. És ezek hogy mondjam, ezek a koncerten azért a legsúlyosabb helyeken voltak ezek a dalok. Tehát jó, persze, ha szeretné valakit a bálna, azok megvoltak a megfelelő pillérekkel. De a mellette lévő pillérek ezek a nóták voltak. Zoli, szerinted mit gondol a Cipő onnan fentről? Pénteken majd. Nem tudom, nem tudjuk őt már megkérdezni. Nem is az érdekes, hanem az a fontos, hogy nekünk egy kötelesség, hogy vigyük tovább az ő dalait, emlékét, és elsősorban behelyezni őt a megfelelő kategóriába, ahová való ő a magyar művészet
és kultúrtörténelemben. Hát ezzel mindenki egyetért. Én egy idézettel szeretnék, hogy mit gondol ez a saját dalából, ez a játszhatok csak gyerekek, azt hiszem. Igen. De így van? Van olyan, igen. Játszhatok csak gyerekek? Zoli, hogy van? Játszhatok gyerekek. Na, ezt gondolná. Még a helyszínről esetleg visszatérhetünk még egyszer, hogy ugye nem beszéltünk róla. Ez a helyszín ugye most idén nem a megszokott helyen a Gárdonyi Művelődési Házban lesz, hanem Miskolcon, a Miskolci Kulturális Központ üzembe helyezett egy vadonatúj helyszínt, ami alapvetően művelődési házként üzemelt, egy gyönyörű szép kerttel, de sokáig ugye ez nem volt elérhető, mert bölcsöde volt, az 50-es években a Lenin Kohászati Műveknek volt ilyen vezérigazgatói háza, most viszont nagyon impozánsan felújították, nagyon gyönyörű kerttel, nagyon szép ápolt parkrészsel, és ez ott a Vasgyári utca 24 szám alatt lesz a parkban ez a koncert, ahol nagyon-nagyon sok ember elfér, és oda várunk mindenkit sok szeretettel. Este 7 órától kapunyítás, és akkor... Hát akkor játszatok csak, gyerekek, még egyszer. És kapuzálás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a beszélgetést, és jó bulit nektek péntekre. Köszönjük szépen. Köszönöm, Zoltán, neked is. Köszöntöm a stúdióban Zámborszky Esztert. Szervusz, Eszter. Szervusz. A népmese mondás ugye az egy csodálatos foglalkozás, és te aktívan már főállásban végzed. Meséljél erről nekünk, hogy alakult neked az életutad így. Hogy lettem mesemondó? Hú, hát ez egy végülis hosszú történetként is előadható, de most szeretném viszonylag rövidre fűzni. Tulajdonképpen a mesemondás akkor lett nagyon aktív része az életemnek, amikor az első lányom megszületett, mert akkor én már neki a pocakban is meséltem, és akkor elkezdtem aktívan utána járni és tanulni is arról, hogy mi a mese és a mesemondás tudományos háttere. De tulajdonképpen nem ott kezdődött a mesék szeretete, hanem sokkal inkább ott, hogy az édesanyám óvónéni volt, rengeteget mesélt nekem, és amikor kicsi gyerek voltam, tulajdonképpen születésemtől fogva 1-2-3 éves koromig a nagyszüleimnél éltünk, és a nagyszüleim is nagyon sokat meséltek nekem, azok nekem rendkívül meghatározó szép élmények. A nagymamám is és a nagyapám is sokat mesélt nekem, más-más történeteket mondott mind a kettőjük, de több közülük a mai napig elevenen él bennem, és egyébként meg az a hangulat nagyon erőteljesen él bennem, amit azok a mesehallgató alkalmak kínáltak nekem, vagy adtak. Úgyhogy tulajdonképpen ott kezdődött az én mesemondói pályafutásom, ugye akkor még mesehallgató voltam, de hát tulajdonképpen mindenki úgy kezdő, hogy mesehallgató, és aztán lesz mesemondó. És ugye az én gyerekeim megszületésével pedig én is aktívvá váltam, és annyira erőteljes élményeim lettek abból, hogy milyen fantasztikus maga a mese, a népmese, és még inkább fantasztikus az, hogyha élő szóban hangzik el, hogy ebben teljesen elmélyültem, és hát tulajdonképpen az elmúlt, mondom azt, 10 évben nem foglalkozom már mással, és ez engem nagyon boldoggá tesz. És fontosnak tartom azt is, hogy ezt a tudást, és ezt az élményt, és ezt a fantasztikus életérzést, ha lehet így mondani, ezt másokkal is megtapasztaltathassam. Nem csak úgy, mint mesemondó, hogy elmegyek egy gyerekközösségbe, vagy egy felnőtt közösségbe, vagy bármilyen rendezvényre mesét mondani, hanem úgy is, hogy a mozgalomnak, a mesemondó mozgalomnak az aktív tagja vagyok, és
nagyon bízom benne, hogy ez a mozgalom igazán nagyra tud nőni. Ugye, hogyha most már említetted a mozgalmat, annak apropójából is vagy itt, hogy összeálltatok egy szövetséggé, hogy még jobban tudjátok népszerűsíteni a népmese mondást. Erről mondanál nekünk valamit? Igen, a mesemondásért nagyon sokan, nagyon sokat tettek az elmúlt 10-20 évben, mondom így. Mert ugye nagyon sokáig a népmesék visszakerültek a gyerekszobákba, a könyvekbe, és már nem ugyanazt a célt szolgálták, mint valamikor a hagyományban. Ugye azt tudni kell, hogy a mese és a mesemondás tulajdonképpen az emberrel egyidős, lehet ezt mondani. Az emberek meséken, történeteken keresztül adták tovább egymásnak a tudást, már akkor is, amikor még nem tudtak írni, és ezért szájról szájra terjedt a mese, de hogy nagyon sok igaz történet is mesébe ágyazva. Ugye jó néhány évvel ezelőtt, mondjuk olyan 100-150 évvel ezelőtt, ez a fajta hagyomány megszűnt, vagy nagyon erőteljesen visszaesett, ugye a rádió, televízió, és még hamarabb a könyvnek a megszületésével sokkal kevesebb volt az élő szó. És mondom, egy ilyen 10-20 évvel ezelőtt újra kezdett éledni az élő szónak a hagyománya, a művészete, és nagyon sokan, ahogy mondtam már az előbb, nagyon sokat tettek azért, hogy megint a maga helyére kerüljön. Egyénileg is, és aztán különböző civil szervezetek jöttek létre azért, hogy közösségben tudják erősíteni a népmesét. És természetesen, mint mindenben, különböző ágakra oszlottak az emberek, különböző trendek lettek, vagy stílusok lettek, kreatívan hozzányúltak a mesékhez, nem csak a hagyományos népmesemondók léteztek már, hanem különböző módon rajzfilmek, báb előadások, mesejátékok formájában hozzányúlnak. A pedagógia rendkívül erőteljesen és nagyszerűen használja, a meseterápiáról is hallunk sokat. Tehát nagyon szerteágazó lett a mese és a mesemondás, és sok civil szervezet van. Mi nekünk nagyon erőteljes vágyunk már jó régen, hogy ezek a civil szervezetek összeálljanak, és ne egy egymás ellen való, vagy egy széttartó mozgalom legyen, hanem sokkal inkább egy összefonódó, és egy célért tenni akaró szövetségi álljunk össze, hogy meg tudjuk figyelni és hallgatni mindenkinek azt a fajta gondolatát, amit a mesével tett, ahogyan a mesére gondol, és ezekből tudjunk egy még nagyobbat létrehozni, azért, azzal a céllal, hogy a mese igaz valóját tudjuk megfogni és átadni, az, hogy a mese az összekapcsolja az embereket, összeköti, összekovácsolja az embereket, a közösségeket, teremt, és egy nagyon nagyszerű útja, módja annak, hogy rendet teremtsen körülöttünk, és azt gondolom, hogy ezért a rendért érdemes tenni. Bár tudjuk azt mindannyian, hogy mint ahogy a népmesékben is vannak sárkányok és boszorkányok, de azt gondolom, hogyha a hős mellett sok segítő van, akkor le tudja vágni a sárkány összes fejét, és le tudja győzni a gonoszt, és minden helyre tud állni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elsősorban ez a célunk, hogy a mesemondás és a mesemondók körében és segítségével a rend felé tudjunk menni,
És persze, hogyha nem ezekben a mesei magaslatokban gondolkodom vagy beszélek, akkor pedig azt, az is egy fontos célunk, hogy a mesemondóknak és a mesemondásnak egy érdekvédelmi szövetsége is tudjunk lenni, hogy ugyanúgy, mint ahogy a néptáncmozgalom, meg a nép a táncházmozgalom elindult, és most már gyakorlatilag rendkívül sok gyermek, felnőtt táncol a pusztán a tánc kedvéért, és mindenki tudja, hogy milyen csodálatos a magyar néptánc és népzene hagyomány. Mi nagyon szeretnénk azt elérni, hogy a köztudatban a magyar népmesének a hagyománya és a kultúrája is legalább olyan magas szintre emelődjön, mint ahogy a népi kultúránknak a többi ága, így a tánc, a zene, az ének, az alkotó, népi alkotó művészet, így a népmese is megkapja a neki illő helyet. Igen, egyébként a magyar ember alapvetően borzasztóan hagyományőrző és hagyománytisztelő. Nekem a népmeséről, mint szerintem sokunknak, Benedek Elek jut eszembe egyből. Viszont amikor legutóbb láttalak, akkor például egy indiai népmesét meséltél. Tehát nekem ebből az jön le, hogy ugye hogy a világ összes népének a meséje értékes. És hogy ezt az egész értéket ti ápjátok, tehát nem csak a magyar hagyományokat, hanem az egész globális hagyományt próbáljátok átadni az embereknek, és ezt a tiszteletet, és azt, hogy tényleg ne hagyjuk elveszni ezeket a dolgokat. Az a szövetség, ami most alakult, ugye erre is ki van hegyezve egyébként? Tehát, hogy nem csak a magyar népmese, hanem a világ népmeséi is fontosak számatokra? Igen, egyértelműen. Egy úgymondom kritérium van a szövetség tagjai között, hogy az élő szavas mesemondás az, ami a biztos közös pont, és a szövetség tagjai jelen pillanatban 4 alapító tag van, a Csürdöngölő Kulturális Egyesület, akik turaiak, ők kifejezetten a magyar néphagyományt őrzik, közte a népmesét is. A Tekergő Meseösvény Egyesület, ők hozzányúlnak erőteljesen és nagy szívvel, szeretettel különböző népek meséihez. Ilyen módon vannak olyan produkcióink, aminek világmesék a összefogó neve, és ott különböző népek meséiből és zenei táncos hagyományából építkezve állítunk össze műsorokat. Tehát ott egyértelműen helyet kapnak a világ mese és a világ mese kincse. A Szóperencia Egyesület, ők határon túli erdélyi szervezet, és ezzel azt szeretnénk kiemelni, illetve szeretném kiemelni, hogy magyar ajkú mesemondók vagy mesemondó szervezeteket, civil szervezeteket fog össze a szövetség, a Világszárnya Népmesemondó Szövetség. Fontos számunkra az, hogy ne csak a kis Magyarország, hanem a Nagy Magyarország területén élő mesemondók is kapcsolódjanak, őket ismerjük meg, hiszen a legtöbb mesegyűjtő határon túl gyűjtött, és azt gondolom, hogy a felgyűjtött meséinek a nagyobb része Erdélyből, felvidékről, délvidékről származik. Persze természetesen a Kis-Magyarországról is, de túlnyomó részt határon túlról, és ott még mindig vannak adatközlők, akiktől lehet még mai napig élőszóban hagyományosan gyűjteni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy még a fel nem gyűjtött kincset még megtaláljuk és megkeressük. És ugye
Én a Miskolci Szál Vitry Alapítvány tagjaként és nagyon fontosnak tartom, hogy csatlakozzunk ehhez a szövetséghez, mi vagyunk a negyedik alapító tag, és ugye mi is nem pusztán magyar népmeséket, hanem a világ meséit vel dolgozunk és adjuk át a közönségünknek, vagy a gyerekeknek, felnőtteknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon színes a paletta, és nem csak abban színes, hogy a népek meséiből táplálkozunk, hanem abban is színes, hogy nem pusztán elmondjuk a mesét, bár hangsúlyozom, hogy én nekem meggyőződésem, hogy a legjobb, ami a mesével történhet, az az, hogy elmondjuk, de az újjáéledő vagy a revival mozgalomban igenis helyet kell, hogy kapjanak a különböző stílusok, a mesejátékok, a dramatizált mesék, akár a bábbal vagy rajzzal kísért történetek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek is helye van a mai világban, és mondom még egyszer, hogy az élő szó, ami ezt az egészet összefogja, és az a kulcs közöttünk. Említetted az adás előtt, hogy van egy meséd, a világ legrövidebb meséje, hogyha megkérhetnélek, ezt elmondanád nekünk így zárszóként? De ez valóban egy nagyon-nagyon rövid mese. Nem magyar, bár azt gondolom, hogy akár magyar is lehetne, hiszen a történetek bejárják az egész világot, és nagyon hasonló meséket, történeteket lehet megtalálni a világ különböző pontjain. Nekem ez a mese nagyon nagy kedvencem, és ha néha el vagyok keseredve, akkor erre gondolok, és mindig telve lesz a szívem, és akkor én ezt nagy szeretettel adom azoknak, akik hallgatják most az adást, illetve neked is. Eltemettek bennünket, nem tudták, hogy magok vagyunk. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb újra találkozunk, addig is viszontlátásra.